Igaza van, hogy izé, ha már valamit beszélünk, hogy mi történik velünk, meg ilyen, az is fog, mert ja, tényleg így is van. Meg most már volt Noémi is, majd megpróbálok csinálni vele egy izét, ha akarjátok. Dikasz. Ott van a táncsal, meg így villózzik. Na. Hát... Ott nagyon villog a tévé, geci. A kamera nem szereti a dolgokat. Bazd meg. Ma megint vlogolnom kell, geci. Bár ez most este lesz fölrakva, úgyhogy ha már este akarod megnézni, kedves Ákos, hát akkor most nagyon este lesz, szerintem lesz az éjfél is, mire felkerül. Hát ott látható, hogy hány az óra. Hány az óra? 11 óra 9. 10:30-kor keltem. Azt éledezek, paszki. Éledezek. Hát nekem csak ekkora tévém van. 110-es. Faszom tudja mekkora. Kurva élet, az a kontroller bazd meg. Pont ilyen Songoku Dragon Ball színű. Valamelyik nap pont néztem, hogy olyat akarok venni. Már akartam rendelni, csak kő még rá a lóvi. Azt majd jövő hónapban szerintem rárendelek. Mert már ugye tavaly júliusban vettem a PS-t. Azt a már annyira széttöltögettem össze-vissza az aksiát szegénynek, hogy lehet, hogy most már úgy illene már egy újat venni, meg már unom ezt a fekete alap faszom kontrollert, pász meg. Zé, hozé, alá nézzé, hátod, retkes is, meg minden baja van. De ide ő, érted? Mint a South Parkba. South, vagy Soyuz. Na, hát van időm minden nap 10-20 percet videózni, csak ugye mindig szoktam rakni rá egy kis kontrasztot, hogy legyen jobb színe a videónak, mert alapból ez a Panasonic kamera egy hányás. Úgyhogy ha nem fénybe vagyok, akkor kurva rossz, meg most, hogy fénybe vagyok, most is kurva rossz. Meg ez a visrő rendet Dragon Ball-os izé. Ja, nyugi, nem most rendeltem a visről, hanem már vagy 2 éve. Úgyhogy nincs benne koronavírus. Meg most már nem is rendelnék a visről, hát meg ki se hoznák, bazd meg. Szóval, ja. Ilyen színű kontroller kell nekem is. Nézegettem ugye a kontrollereket a valamelyik magyar konzolos boltba, aztán ez nagyon megtetszett. A többi annyira nem. Ez Blueberry-t nézegettem még, de az... Főleg most, hogy ugye nyomtam a Dragon Ball-t pár hete, vagy hónapja, nem is tudom, már valaki biztos jobban emlékszik, mint én, hogy mikor beszéltem róla. Ugye azóta nem is nagyon néztem a Dragon Ball Z-t, de most már kell. Volt a fejemben csomó minden, amire akartam válaszolni a videódra, kedves Ákos. Ja, a Facebookos cucc, köszi, nyomtam a megerősítést, úgyhogy most már ugye a tegnap elmondott elveim alapján, ha nehogy Isten, szembe jönnél velem az utcán, vagy én szembe jönnék veled az utcán, valamikor, valamelyik életben, akkor köszönjél már, léci, én is köszönök majd. Ez a paktum, ugye mondtam tegnap, hogy azok az ismerőseim Facebookon, akik, hogyha találkoznának velem, akkor legalább köszönjenek, mert különben basszák meg. Úgyhogy köszönünk egymásnak, és akkor így teljesen ismerősök leszünk. De nem hiszem, hogy találkozunk valaha, de ki tudja, bazd meg, soha nem mondjad, hogy soha. Lehet, hogy milliárdos leszek, azt világkörüli útra megyek, azt akkor benézek hozzátok, hogy mizu. Amúgy nem nagyon jutnék el Észak-Írbe. A szomszéd városba se jutok el, bazd meg, nem hogy egy másik országba. Na, nojás vlog meg legyen, mint az állat. Valami legyen. Rég láttuk a csajszit.
Úgyhogy jöjjél, Noja! Jöjjél! Ja, amúgy követem ám én. Vagy üzenjed meg neki, hogy én követem Instán, úgyhogy tudom, hogy rózsaszín a haja. Láttam, mindig nyomom a lájkot. Ja. Miről akartam még beszélni? Nem tudom, bazd meg. Most nem is akarok hosszú videót. Meg geci álmos vagyok tényleg. Nem tudom, most úgy keltem, hogy faszomat, mi a geci van? Fájtom, elkosom, meg minden bajom volt. Mondom, visszatért valami koronás, kurva isten, de nem. Valószínűleg nem, mert most már elmúlott azóta, csak így ébredéskor volt szar. Mi van ott a monitoromon? Monitor, TV. YouTube-ot néztem, ugye? Nyomom a Darksiders-t, első részt. Ott van. Warmastered edíció. Hát a trófeákban nem állok túl kurva jól. Bassza meg. Mi van itt? Warzone? Hát Warzone-nal nem is játszottam, csak a multitolom. Kurva anyját a Warzone-nak. Resident Evil 2-t még el kéne indítsam. PS Plus játék, a Shadow of Colossus, mentem vele egy órát, nagyon villódzik, nem bírja a kamera. Death Stranding, ugye azt elkezdtük újra játszani. Horizon, Subnautica, Tomb Raider, God of War, Mortal, Forma 1, meg a Witcher, amivel alig játszottam. Úgyhogy ezt pótolnom kéne, de hát... Kurvára nincsen időm, bazd meg. Nincs idő. Ja, hát annyira játszottam a Witcherrel, hogy egyetlen egy trófám van. Fél órát, egy órát játszottam, csak sajnos a Witcherrel, ami azért szánalmas. Ja. Karantén ügyileg. Hát, állnak le sorba az autógyárak, ugye. Én meg erősen kötődök az autógyárakhoz munka téren, hiszen eleve egy autóalkatrész gyárban vagyok raktáros csoportvezető szerűség. Úgyhogy sorba állnak le a gyárak, egyre kevesebb a kiszállítás, ugye a szlovákoknak küldünk, spanyolból jönnek, megy is áru, Csehország, Németország, főleg ide. A németeknek még küldünk szajrét, de ugye a szlovák, cseh és spanyol üzemek már lesztornózták a nekik küldött árut, úgyhogy, illetve hát azok a cuccok, amik oda mennének, azok, most nem konkrétan üzemekről beszélek, de valószínűleg azok is lesztornózták a témát, úgyhogy napról napra kevesebb a cucc, amit csinálni kell. Persze munkánk még lesz, mert ugye raktári jellegéből a dolognak van mit csinálni egy raktárban, akkor is, hogyha kiszállítás éppen most nem lesz annyi. Mindig lehet rendet rakni, rendezgetni, pakolászni, takarítgatni, csomagolgatni dolgokat. Úgyhogy ja, még egy darabig nem maradok munkanélküli, max ilyen másféle munkáink lesznek. Én kissé nyugisabb időszak. De persze a karantén az minket elkerül, mert nyomatják a lázméréseket, meg már mindenki maszkba jön, a sofőrök, ugye a kamionsofőrök is maszkba, kesztyűbe. Nagyon ilyen műtős jelleg van, hát én röhögök ezen, mert túl van lihegve szerintem kurvára. Az én kibaszott radikális meglátásom az, és ezért lehet kurva anyázni meg, hogy rohadjak meg, hogy ilyen fasz vagyok. Én azt mondom, hogy az lenne a legjobb megoldás. Ez tényleg radikális, úgyhogy nem kell mindenkinek a szívére vennie, hogy mindenki, ha megfertőződne ezzel a szarral, tudom, hogy lennének halálos áldozatok, meg nem lehetne elbírni orvosi kezeléssel, de ebből a leggyorsabban úgy lehetne sajnos kijönni, hogyha mindenki megfertőződne. És hát legyőzögetni az ember a betegséget. Persze ez kurva nagy hülyeség, mert ugye az idősebbek, a krónikus betegek nagy valószínűséggel
Hát néhányan, vagy sokan, sőt, hát valószínűleg sokan belehalnának. És kurva hülyén hangzik, megint csak radikális, de ez ilyen természetes kiválasztódás jellegű dolog lenne. Nyilván, aki amúgy is beteg, az egy sima influenzába is meghal. Az idősek amúgy is rizikós állapotban vannak. Nem azt mondom, hogy halljon meg minden öreg, hát azért nem kell félreérteni. Meg alapból, ha már magamra gondolok, ha elkapnám, lehet, hogy nem kaptam el, tehát érted? Volt valami betegségem pár hete, vert a víz, lázas voltam, torkom nem fájt, de kurva nagy náthába voltam. Gyengeségérzetem volt, ugye végtag ízületi fájdalmaim voltak. Most ez lehetett egy sima influenza is. Orvoshoz nem mentem el, mert nagyjából 4 nap alatt meggyógyultam belőle. Ugye pont csütörtök pénteken ért el, úgyhogy volt még egy hétvége, hogy meggyógyuljak. Amikor itthon voltam, hétfőre pedig kb. Semmi bajom nem volt. Úgyhogy ezt úgy kihevertem. Úgyhogy, ja, gyakorlatilag még simán beeshetek én is, ha ez nem az volt, ami ugye kiment belőlem. És hogyha esetleg elkapom, én is gyakorlatilag krónikus betegnek számítok, mivel cirka 10 éve volt, most már 12 vagy 13 éve, hogyha jól utána számolok, volt 2 darab tüdőműtétem, ami már meséltem szerintem, de ugye mindkét tüdőfelemből le lett nyisszantva egy-egy szeletecske. Nem akarom kifejteni, a lényeg, hogy voltak egészségügyi problémáim tüdővel, amik most is olyan erdják, meg most is ugye még mindig le van vágva belőle egy darab. Szóval klasszikusan én is krónikusnak számítok. Majdnem kattogott. Szóval egy influenza, egy tüdőgyulladás nekem sokkal fájdalmasabb, sokkal veszélyesebb. És kattog a kamera, geci! Miért kattog? Várjál! 12 percnél elkezd meg hülyülni. Nem tudom, hogy ez a memóriakártya, vagy mi a fasz. Mindegy, megállítom. Szóval remélem az előző részt felvette. Szóval, ja, hogyha elkapom ezt a szart ezzel a tüdőkutykuruttyal, akkor van rá esély, hogy beledöglök, mert nem teljesen egészséges belső szervekkel rendelkezem. Úgyhogy fuck yeah. Úgyhogy ennek tudatában mondom ezt, hogy megint kattog, geci, áááá! Kell vegyek tényleg egy kamerát, hogyha akarom folytatni ezt a vlogolást, mert mobillal sajnos nem tudok. Mi a fasz? Túlmelegszik? Vagy mi van? Nem bírja a meleget? Vagy mi van? Na mindegy. Szóval, ja, necces ez. Tehát ennek tudatában mondom, hogy kapjam el én is, meg kapja el sok ember, hogy aztán túl lehessünk rajta együttesen. Mert amíg ez a hülyeség van, mindenkiben a kibaszott pánik, ez így nem jó. Kifosszák a boltokat, meg sorba kell állni, bazd meg, egy melóból kicsekkolásért, hogy mindenkit ilyen infrafasszal lemérjenek, meg hőmérőzzenek, meg kurva isten, aztán közben senkinek semmi baja, csak az emberek idejét basszák el, meg az idegrendszerét basszák szét. Felesleges. Fertőtlenítgetni, meg a kurva isten, bazd meg. Tegnap néztem egy ilyen grafikont, vagy nem tudom mennyire hiteles, hogy mit tudom én, meghaltak mondjuk, mit tudom, pár hét vagy hónap alatt koronavírusban mondjuk 200-an, vagy 2000-en, már nem is tudom a számot, lehet, hogy 2000 volt. Emellett meg volt 30 ezer ember, aki meghalt sima influenzába, bazd meg. Akkor arról miért nem beszél senki? Szóval én ehhez mindig úgy állok, hogy kurva anyját, bazd meg. Autóbalesetbe, bazd meg mindenféle közlekedési balesetbe többen halnak meg naponta, mint bazd meg egy vírusba
egy hét alatt. Azért nem kellene ennyire túllihegni. Persze, veszélyes, meg kurva gáz, hogy van ilyen. De nem kéne úgy felfogni, mint egy pestis járványt. Vagy, érted? Nem annyira durva a helyzet, mint amennyire lefestik. Na mindegy, bassza meg a korona. Faszt érdekel, túléljük, az cső. Ha meg nem éljük túl, akkor valamiben meg kell halni, nem? Ennyi. Ezzel a nagyon vidám gondolattal szeretnék búcsúzni tőletek. Megvolt a napi vlog. Még volt a fejemben egy-két dolog, amire akartam válaszolni Ákos, Mr. Tenccel, de tegnap este néztem meg a videót, és már annyira rövid távú memóriám, hogy azt sem tudom, mi volt benne. Úgyhogy kibaszott öreg vagyok már, meg kihagy az agyam. Lehet, hogy ráhúzódott a COVID. Úgyhogy már nem tudom, mi van. Azt se tudom, én mit mondtam 5 perccel ezelőtt. Mert nem emlékszem rá, baszki. Ez az, amikor valaki kommentel egy régi videóm alá, hogy haha, 1.44, de jót mondta. Igen, oké. Okay. Azt, hogyha nem nézem meg, hogy mi az, akkor fingom nincs. Meg idézgetnek a videókból sorokat, vagy amiket mondtam, és faszom se emlékszik már rá, bazd meg. Egy héttel ezelőtti videóra se emlékszek, hogy miket pofáztam benne. Úgyhogy ne legyen szentírás semmi, senkinek, mert nem tudom, miről beszélek. Csak úgy mondom. Na mindegy. Ezt még lehet, hogy össze tudom vágni, amíg itthon vagyok, de az a baj, hogy én 00:30 indulok el itthonról, azt 11:30 van. Mire egy videót lerenderelek, főleg, hogy most több darabból áll, mert állandóan ki kellett kapcsoljam a kamerát, az egy óra. Plusz mire feltöltöm, az 00:30, 15:45, azt nem tudom befejezni. Szóval majd este fogom ezt megcsinálni, feltölteni, úgyhogy mondom, lesz ez egy éjfél, mire nézhető. Úgyhogy ez ilyen esti reggeli. Lehet, ez lesz a címe. Na, volt ma is vlog, úgyhogy örülhettek. De még mindig nem ígérem, hogy hónap is lesz. Ma meglátjuk. Ha hónap nem kelek fel, akkor nem lesz. Úgyhogy ha bármire reagálok majd, hogyha lesz Tenccel videó, akkor lehet, hogy majd később reagálok, és nem azonnal egy napra rá. Úgyhogy ez vegyétek figyelembe, hogy elusta geci vagyok. Meg lehet, hogy meg is döglök addig. Ki tudja. Na, szép napot, illetve hát már megtörtént, úgyhogy jó éjszakát inkább, mert már este van. Azt mondtam, hogy este rakom föl, és én nem hazudok. Szoktam? Néha szoktam, de most nem. Na. Ennyi. Csá.